Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Juhász Rita a K11-ből és Lunda Margit az Erőművházból kezeiket csókolom, szép jó reggelt kívánok. Két kultúrlény, aki hajnalba képes fölkelni egy televíziós interjú műsorért, ez nagyon dicséretemértő. Kezdjük akkor a Veselényi 17-tel, az Erőművházzal. Ön az ügyvezető, mi is tartozik önhöz? Az Erőművház... Ha megengedi, akkor igen, én ezt megoldom, mert ez így nagyon szexi, úgy, igen, de úgy kéne csinálni, hogy a kedves nézők most ne irigykedjenek. Így most már jól vagyok. Most jól van, igen. Köszönöm szépen. Szóval az Erőművház az egy non-profit KFT, amelyik a 7. kerületi művelődési házakat fogja össze. És ezek a művelődési házak a kerületben nagyon sok helyen vannak jelen. Az na, egyik halljuk. Ilyen házunk a K11, a Király utca 11-ben, egy művelődési ház, amelyiknek a szakmai vezetője Juhász Rita a kolléganőm. Van egy művelődési házunk a Veselényi 17-ben, van egy külön házunk a Csányi utca 5-ben, amelyik a zsidó történeti tár. Van egy házunk a Hernád utcában, ahol majd egy pesti mozi néven kialakítandó állandó kiállítás kap majd helyet, és a nem utolsó sorban egy múzeumunk, a Rótmiksa Emlékmúzeum. És ezen kívül hamarosan lesz ugye még egy kőszínház is, a Csányi 3-ban, és igen, sokasodunk és szaporodunk. Igen, szervezetileg ők nem fognak hozzánk tartozni az Erőművházhoz. Na, a 7. kerületi kultúrát fogják építeni. Így van, de velünk szoros együttműködésben fognak dolgozni, tehát közös projektjeink vannak a Gólem Színházzal. És a Hernád utcában azt hiszem, hogy ott is lesz még egy színház, amelyik éppen vajúdás alatt van, és előbb-utóbb megszületik. Akkor mutassuk be Juhász Ritát. Mi az alapszakmája? Üdvözlöm, én közgazdász vagyok. Egy közgazdász a K11-ben. Az alapvégzettségem, így van, de természetesen kulturális végzettségem is van, kulturális menedzser is vagyok. És hát mindig is ebben a szakmában dolgoztam, hiszen mondhatom, hogy az életem a jelentős részét kiteszi a kulturális rendezvényeken való részvétel, az azokban való szervezés a művészeti életben, úgyhogy ezt szeretem. Addig, amíg a Veselényi 17-ben a nyáron a Zsidó Kulturális Fesztivál komoly zenei részeit hallottuk, addig, ha jól tudom, önnél dübörög a jazz például. Igen, többek között a jazz is, igen, minden akkor hónapban. Akkor meséljen nekem részletesen, hogy mi történik a K11-ben. Jó a név, K11, jól rendben van hozva, mi történik ott? Igen, egy nagyon helyes kis épület. A Király utca 11-ben azért ezt elmondanám, mert nem mindenkinek egyértelmű, hogy a név az ebből alakult ki. Én megnéztem az interneten már úgyis, hogy K11 meg lehet találni. Így igen. Van, így van, így van. Erre törekszünk, illetve hát a közösségi oldalakon is jelen vagyunk pontosan ezért, hogy minden réteget és lehetőleg több embert elérjük. Igyekszünk mindenki úgy talál valamit, ami kedvére való. Igen, igen, épp ezt akartam mondani, hogy igyekszünk úgy összeállítani a műsor struktúrát, hogy mindenkihez elérjünk, és ahogy említette, például van egy jazz sorozatunk, ami minden hónapban különböző a jazz életnek a elég jelentős és ismert fellépői jelennek meg nálunk, és ez volt ez a sorozat, amit nyáron is természetesen tovább folytattunk, ahogyan is említette. Úgyhogy kiállításaink. Hát így van, kiállításunk is minden hónapban megújuló módon. Van egy remek kis kiállítótermünk az emeleten, ami hát abszolút, tehát nagyon szeretik a művészek, szeretnek ott kiállítani, mert jó kis tér, nagyon jó kis teret tart, tehát egy ilyen a helyzetéből, illetve az adottságaiból adódóan egy nem sima, nem négy sima fal van benne, hanem egy picit ilyen megtölt. Így van, így van. És a zenebonában a jazzen kívül mit tudnak még adni? Hú, hát... Akkor nézzük, hogy például nagyon, novemberben mi lesz.
Rögtön, hát még egy picit maradjunk már az októbernél, mert pont ma este érkezik a Hernádi Judit egy zenés estel, úgyhogy ez ugye kicsit színház, kicsit zene, egy kicsit önálló est, szóval ez egy ilyen, azt hiszem több műfajba is be lehet sorolni. De november elején rögtön, hogy igen, megint a jazznél. Mi a címe a Hernádi Judit show-nak? Ez a Hernádi Judit, önálló estje. Tehát ez, mégis ez mindent elmond önmagáról. Vannak ez róla, abszolút róla fog szólni. Hát ma van az előadás. Reggel néztem a jegyeladást, és úgy láttam, hogy már csak ilyen 1-2. Tehát gyakorlatilag telt ház. Telt ház hát van. Akkor ez nem a reklám helye, nem is azért mondtam, így van, hanem csak azért, hogy tényleg a programok sokszínűségéről tudjunk beszélni. Mi van még ezen kívül októberben, ha már 29-e hát igen, tehát ez az utolsó októberi programunk, így van, jövő héten már, illetve már a héten november van. És a halottak napja után, tehát jövő héten Olász Szabolcs jön a jazz sorozatunkban, illetve az ő kvintetje, és hát ők egy nagyon izgalmas formáció, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. Erre a programra is, mint a jazz koncertekre általában már van egy kvázi törzs közönségünk, tehát vannak ismerős arcok, akik visszatérnek, illetve ami nagyon jó, hogy erre mindig jönnek külföldiek is, tehát azért megvan ennek a kerületnek honnét az tudják, előnye. Honnét tudják meg a külföldiek, hogy önök léteznek? Hát azért, ahogy mondtam, egyrészt a közösségi médián azért azon keresztül is el lehet hozzájuk jutni. Hát halottak illetve... napján mondhatom, hogy ez olyan, mint halottnak a csók, de azért ez valami igen. Nem, tényleg működnek, nem, nyilván nem akarok most itt többet kell, hogy hozzánk jön, mert minket külföldön is néznek, és az ország minden pontján, igen, ez menjünk tovább. Másrészt pedig azért a környező szálláshelyekre ugye eljutatjuk a szóróanyagainkat, ami kétnyelvű, tehát mármint a zenés programjainak a szóróanyagai, azok mindig angol nyelven is fel vannak tüntetve, a dátumok és az információk is, úgyhogy megtalálnak minket, úgyhogy örülök, hogy... Az nagyon klassz. Hogy megjelenek. Nem tudom, ezekhez a zenei programokhoz egy rövid kiegészítést szeretnék tenni, hogyha lehet itt a Veselényi 17 apropóján is, a zenei programok figyelemfelkeltésének céljával, hogy december 7-én terveink szerint egy télköszöntő nagy családi napot szervezünk, és annak a fő zenei eseménye reményeink szerint a Kerekesbend lesz, amelyiket nagyon sokan szeretnek, és reméljük, hogy az emberek ízlésével ez találkozni fog, és sok látogató lesz. Tehát akkor a Veselényi 17, a K11-nek a konkurenciája? Nem, egyáltalán. Tehát mi nagyon összehangoljuk a munkánkat, mivel a két háznak nagyon hasonló a profilja, ezért nyilván a két milyen zongora van a K11-ben? Nálunk egy pianino van, a Veselényiben van egy remek hangverseny zongora, úgyhogy igazából ahol olyan programok, főleg a komoly zenei programok... Talán akkor lehet, hogy ennek köszönhető, hogy a nyáron a zsidó nyári fesztiválnak a kulturális része, aztán majd jön a zsimű, és mindenki megtalálja önöket. Mi van még december-november havában? Kiállításokra térjünk még rá egy nagyon picit, mert az a K11-ben is, és a Veselényi 17-ben is egy nagyon erős profilunk. A Veselényi 17-ben egy fiatal művészeket támogató galériánk működik, egyre nagyobb népszerűséggel a Négy Szoba Galéria, amelyben most november 12-én lesz Balázs Nikolettának, mint fiatal, nagyon nagy tehetségnek a kiállítása, és itt nekünk az a célunk, hogy föltörekvő, nagyon tehetséges fiatal művészeket mutassunk be. Ő festőművész, vagy egy... Installációkat készít, ilyen érzelmi alapon való viszonyulása az anyagokhoz, színekhez, ez neki a fő mottója, és én reményeim szerint nagyon érdekes installációk lesznek itt ebben. Ez a K11-ben lesz, igen? Ez a Veselényi 17-ben. A Veselényi 17-ben berendeztek egy kis érdekes családgalériát is. Ez a Négy Szoba Galéria, így van. Mivel a háznak sajátosan lakóház jellege van, ezért törekszünk arra, hogy ilyen meghitt családias jellegű lakásokhoz igazodó tereket biztosítsunk a kulturális programok számára. Például bármennyire hihetetlen, rendszeresen olvasók körünk működik. Oké, gazdálkodjunk az idővel, iskolai szünet is van karácsonytáján, foglalkozunk-e majd a nyugdíjasokkal és a szabadságon lévő diákokkal? Természetesen. Például a Veselényi 17-ben lesz egy télköszöntő,
ami egy nagy családi program szokott lenni. Ennek van már előzménye, mert apásnapot is nagyon nagy sikerrel szerveztünk az ősz folyamán, ahol csak kizárólag a papák és gyermekeik vettek részt. Dühögő egyenlőség. Nem, azért, hogy mamák egy kicsit lélegzethez tudjanak jutni, és el tudjanak menni fodrászhoz hétvégén, vagy nem tudom, shoppingolni, vagy egyszerűen csak olvasni költeni egy kicsit. Költeni szegény papák pénzét, igen? Igen. De a papák nagyon ügyesek voltak, és nagyon aranyosak, megtanulták, hogy hogyan kell a kislányuk haját befonni, ebben volt segítségük is, tehát aki megtanította ezt nekik. Lesz egy ilyen télköszöntünk december 7-én, amelyiknek a keretében ugyanilyen közösségi kis programok lesznek, családi programok, és ahogy említettem, ennek lesz a záró eseménye a Kerekesbandnek a koncertje, amit majd a közösségi médián meg fogunk hirdetni. Értem. Ha már a diákokat és a fiatalokat említette, hagyd mondjam el, hogy most először csináltunk egy, illetve most még szervezés alatt van egy tehetségkutató, könnyűzenei tehetségkutató versenyt, aminek most november közepén 16-án lesz a döntője, és hát nagyon örülünk, mert 46 nagyon remek szám, 30 év alatti az előadó művészeknek hirdettük meg ezt a programot. Ez azt jelenti, hogy zenekaroknak is, illetve egyéni előadóknak is, és 46-an jelentkeztek, és nagyon, tényleg nagyon ügyesek, nagyon lelkesek. És mit fognak csinálni? Énekelni, zenélni? Főleg énekelni, zenélni. Szavalni. Nem, könnyű zenei. Tehát ez nem egy általános tehetségkutató, hanem kifejezetten zenei. A zsűribe felkértük Beck Zolit, az 30Y-ból, a Muhari Krisztiánt, a Bohemian Betyászból, illetve Hegyi Gyurit, mint a Kőbányai Zeneiskolának a képviseletében, illetve az Emiru leszből, úgyhogy ők a zsűri, és most folyik a válogatás, úgyhogy most értékelik a beküldött anyagokat, és november 16-án lesz ennek a döntője, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. Van még hátra 3 perc, 13 másodpercünk, ez az a pillanat, amikor a múzeumról kell beszélni. Én még egy programot azért megemlítenék, Péter, hogyha ez így konszenzusra talál, mégpedig az, hogy a bringások figyelmébe szeretnék ajánlani egy nagyon érdekes programot, ami szerintem nem sok van a fővárosban, Szerelem tekerem címmel. Itt a Kazinci utcában lakozik a Karcsinak a műhelye, aki bicikliket szokott javítani, és ezek közül a bringák közül nagyon sokat jótékonysági céllal rászorulóknak ingyér és bérmentve oda szokott adni. Na most nálunk november 23-án délután lesz egy ilyen tekerem-szerelem program, ahol az érdeklődőket megtanítjuk arra, hogy hogyan kell karbantartani a saját bringájukat, hogyan kell környezettudatosan viselkedni az elhasználódott alkatrészekkel, és mindezt... És hogyan kell közlekedni, úgyhogy ne áldozatokkal váljunk. Igen, és mindezt természetesen gyakorlatban, tehát azokat a bringákat, amiket ott megszerelnek ezen a programon a résztvevők, azokat a Karcsi föl fogja ajánlani rászorulóknak, és el fogja juttatni rászorulókhoz. És akkor még mindig megvan a 2 percünk, és jöjjék a múzeum. Mi mindent lehet ebben a múzeumban csinálni, mit látunk ott? Most a Rót Miksa Emlékmúzeumról beszélünk. A Rót Miksa, mert nyilván ott van a Csányi utca 5 is, ahol van Csányi egy másik múzeum. Csányi 5, megérdemel egy külön misét. Ez így van. Ezzel, ezzel nézzék, képzavar, mert zsidó történelemtár. De hát... Na de hát nyilván annak a célja az, hogy nem csak zsidók számára, hanem mindenki számára mindenki számára. Kulturális központ legyen, ami látogatott van. És szeretett. A Rót Miksa Emlékmúzeumunk az valóban egy igazi gyöngyszem. Mind hangulatában, mind pedig a szakmai tudást képviselő vezetőjében. Fényi Tibor évek óta, nagyon hosszú idők óta foglalkozik. Kiváló újságíró is. Igen. Nagyon régóta foglalkozik Rót Miksával, ismeri az ő pályáját. Nem utolsó sorban pont Fényi Tibornak volt köszönhető, hogy a tavalyi évben fölleltünk 2 új Rót Miksa üvegablakot, amit az önkormányzat segítségével meg tudtok vásárolni. És halottak napján Rót Miksa múzeumot fogjuk bemutatni a kedves nézőnknek. Ennyi, amennyi belefért egy politikai magazin műsorba, beloptunk egy kis kultúrát, bemutattunk 2 kedves hölgyet, akik korán reggel hajlandók voltak fölkelni, a K11-ből Juhász Ritát, és a Veselényi 17-ből Runda Margit ügyvezető igazgató asszony. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk. Köszönöm.